Egyre több a mezőgépész, elsősorban a hosszú távú és biztos megjelenés miatt választja egyre több fiatal a szakmát. Új beruházások Nyírbogáton, a védőnői szolgálat épülete és a bölcsőde is megújul a településen, a terület és településfejlesztési operatív programban. Óvoda és útfelújítás Balsán, közel 320 millió forintból valósulnak meg fejlesztések a településen. Öt év alatt duplájára nőtt a mezőgépész tanulók száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, boldog új évet! Elsősorban a hosszú távú és biztos megélhetés miatt választja egyre több fiatal a mezőgépész szakmát. A szakterület az utóbbi években jelentős munkaerőhiánnyal küzdött. A Mezőgazdasági Gépforgalmazók Országos Szövetsége és a Földművelésügyi Minisztérium által indított képzés és karrierprogram azonban megoldást nyújthat a mezőgazdaság szakember hiányának megszüntetésére. Amíg évente mintegy 700 diák végez a szakiskolákban és a felsőoktatási intézményekben együttvéve a mezőgépész területen, addig ennek csak nem a tízszeresére, 4800 gépészre lenne szüksége a szakmának. Ez azért is fontos, mert a mezőgazdaság Magyarország gazdaságának egyik fő hajtómotorja, ami a GDP termeléséhez 3,8%-kal járult hozzá tavaly. Az agrárium dinamikus fejlődése többek között a folyamatos géperuházásoknak és fejlesztéseknek, az egyre magasabb felszereltségű, intelligens mezőgazdasági munkagépeknek köszönhető, amelyek javítják a termelékenységet. A tavalyi mezőgép áruforgalom meghaladta a 250 milliárd forintot, és a jövőben további növekedés várható. Ez a dinamikus fejlődés is mutatja, hogy folyamatos szakember utánpótlásra van szükség, a gépek működtetéséhez és javításához elengedhetetlen a szakképzett munkaerő. Azzal szembesülnek a mezőgazdaságban élők, hogy az erőgépek, illetve a technika, technológia úgy megváltozott, hogy se az iskolák, se az egyetemek szinte követni nem tudták ezt a fejlődést, és a vállalkozások részéről egy olyan nagy igény fogalmazódott meg a képzést végző egyetem, illetve főiskolák vagy szakmunkás képzők felé, hogy azért egy 80-100 millió forintos kombájn már olyan értéket képvisel, hogy azt nem lehet rábízni egy hozzá nem értő emberekre. A szakterületen tapasztalható munkaerőhiány megoldása érdekében a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége a Földművelésügyi Minisztériummal közösen 3 évvel ezelőtt elindította a Legyél te is mezőgépész programot. A mezőgazdasági gépész az egyik olyan hiányszakma, ami most már ösztöndíjas képzést jelent. Tehát az, aki csatlakozik ehhez a képzéshez, az ösztöndíjat kap. Szerintünk ez elég vonzerő már középiskoláskorban. De itt nem áll meg ennek a területnek a fejlődése. Itt is olyan munkaerőhiány van, és olyan fizetéseket ajánlanak már, ami azt valószínűsíti a szülőknek is, és a pályaválasztó diákoknak, hogy érdemes idejönni, ez lehet egy életpálya, ebből meg lehet élni. A mezőgépész képzés támogató program pedig sikeres, ősszel minden eddigi rekordot megdöntve 2700 mezőgépész diák kezdte meg tanulmányait. A program egyik fő eleme, hogy a diákok duális képzés keretében az ország több mint 30 szakiskolájában nem csak elméleti tudást szereznek, hanem a programhoz csatlakozó vállalatoknál akár 1-2 év gyakorlati időt is eltöltenek. Korábbiakhoz képest mindenképpen elmondható a fejlődés ezen a területen is. A mezőgazdasági gépész egy olyan szakma, ami nagyon fölfutóban van és nagyon népszerű. Már csak azért is, mert nagyon jók az elhelyezkedési mutatói azoknak a szakembereknek, akik ilyen területen végeznek. Ez köszönhető annak is, hogy a diákok a duális képzésben már az iskolai évek alatt valódi piaci környezetben gyakorlati oldalról is mélyebben megismerik a gépipar technológiáit, és mire befejezik tanulmányaikat, sokszor már biztos állásuk van. A védőnői szolgálat épülete is megújul Nyírbogáton, a terület és település fejlesztési operatív programban. A beruházásra több mint 46 millió forintot költenek. Az egészségügyi alapellátás mellett az oktatásra is jut ebből a pályázati csomagból. Bölcsőde fejlesztése 147 millió 600 ezer forintot nyert az önkormányzat. A térségben a bel- és külterületi kerékpárút hálózat is bővülhet a következő évben. Épül a védőnői szolgálat Nyírbogáton, az egészségügyi alapellátás fejlesztésére már szükség volt. A védőnői szolgálat rászorult a felújításra, hamarosan egy modern, jól felszerelt épületben láthatják el feladataikat a védőnők. Az úgynevezett toppos keretből másra is jut forrás a településen és a térségben.
térségünkben nagyon sok pályázatot nyertünk, hál' Istennek, minden önkormányzat. Nagyon várják a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás fejlesztését, a bölcsődei ellátóhelyeknek a bővítését, illetve új férőhelyeknek a kialakítását, az óvodák fejlesztését. Én azt gondolom, hogy ezek a beruházások mindegyike az itt élő embereknek az életkörülményeinek a javítását célozza meg, és elsősorban azokat az infrastruktúrális fejlesztéseket célozza, ami komfortosabbá teszi az emberek életét. Nyírbogáton tovább épülhet a belterületi kerékpárút. A település két végpontját fogja összekötni az új kerékpárút, amire mintegy 400 millió forintot költenek. A térségben a külterületi kerékpárutak hálózatának további bővítésére is lesz lehetőség. Nyírbogát vonatkozásában Kisléte és Máriapúcs irányában lesz egy külterületi kerékpárutunk, ami összeköti a 471-est Máriapúccsal, mint turisztikai központtal, és ez nagy lehetőség mind Máriapúcsnak, mind Nyírbogátnak, hiszen a kerékpáros turistáknak lehetősége lesz eljutni a Kegyhelyig. Az uniós támogatásból csak a második körben 21,9 milliárd forintból jut a fenntartható közlekedés feltételeinek javítására. Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg, 89,3 milliárd forint. 240 millió forintból újult meg Balsa egyik központi útja. A Csáki utca ipari területre vezet, de a temetőt is érinti, így nem csak a vállalkozóknak jelent nagy segítséget a felújítása, hanem a település lakóinak is. A közel 800 fő szabolcsi település évről évre komoly fejlesztésekbe kezd. Balsa önkormányzata egy 240 millió forintos toppos pályázatot nyújtott be, amelyet meg is nyert, sőt a tervezett fejlesztést már meg is valósították. Balsán egy nagyon régen problémát okozó útnak a felújítása történt meg, ez a Csáki utca. Ez egy külső ipari területhez hasonló területhez ment, ez egy gazdasági övezetben, de ipari jellegű terület besorolással lévő vállalkozásoknak a megközelítését segítette elő. Ez a falunak is segített részben, mert a belterületi részre, a temetőnél van is, ugye nagyon jó, hogy meg tudjuk közelíteni szerencsésen, de természetesen a fő cél a vállalkozások idevonzása volt, és a vállalkozásoknak, a nagy teherbírású kamionjainak, hogy ezeken az utakon tudjanak haladni, és ne okozzanak sérülést, és még a lakóknak is nagyon jó, mert ugye itt már ezek viszonylag simulékonyan mennek ezek a járművek, és akkor így azt gondolom, hogy a megfelelő teherbírás is biztosítva van, és a nyugalma is a falunak. Az elkészült út műszaki átadása október 1-én megtörtént, és a városlakók már használatba is vették. Jelenleg a pályázathoz és kivitelezéshez kapcsolódó elszámolás van folyamatban. Balsának nem ez az egyetlen nagy beruházása. Folytatjuk ugyanígy toppos pályázatokkal, illetve pályázattal a jövő évünket. Most kaptuk meg a napokban a támogatói okiratot. Egy 78 millió forintos energetikai pályázatot sikerült elnyernie Balsa településnek. Az általános iskola volt, általános iskola épülete, ahol jelenleg az óvoda működik. Sajnos csak 1980-as évek végén tudtuk felújítani, úgyhogy rászorul egy igazán komoly energetikai beruházás. Ez teljes szigetelést és nyílászáró cserét jelent, valamint az épület tetején napelemeket is elhelyeznek majd. Ennek kiegészítéseként az önkormányzati hivatal energetikai felújítása is megtörténik, ezzel pedig az önkormányzati intézmények nagy részének felújítása befejeződik. A következő lépés a turizmus fejlesztése lesz, azonban az ehhez kapcsolódó fejlesztések még távoli tervek, tette hozzá a település polgármestere. 2017-et összesen 101 bejegyzett tétellel zárta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktárbizottság. Az értékőrzésen túl az is feladatuk, hogy a felnövő generáció számára fontossá tegyék az értékek gyűjtését. Eredményes évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktárbizottság. A 2017-es évet már 101 bejegyzett tétellel zárta. Az értéktárba egyéni javaslatok alapján kerülhetnek be új elemek, így magánszemélyek kezdeményezései után is bekerülhet egy-egy új érték. A lista ezeket több témakörben gyűjti: agrár és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások és természeti környezet, illetve turizmus és vendéglátás.
Mindenképpen például megemlíteném azt az erdei iskolatábort, amely napkoron működik, és amely egy nagyon előremutató tábor, és amit ott végeznek munkát, az pontosan megfogalmazza az erdei iskolának a szellemiségét, és ez abszolút a megyére jellemző, abszolút napkorra jellemző, ez egy egyedi dolog, és erre tényleg azt hiszem, hogy rá kell világítani a figyelmet, mert ez pontosan nem csak azon túl, hogy értéket ment, és értéket ad át a gyerekeknek, pontosan arra neveli őket, amit szeretnénk megmutatni mi is az értékteremtő munka folyamán. Vagy például kiemelném Kisbé Zoltánnak a vadászati kiállítását, amely nem csak az országban, hanem nyugodtan mondhatjuk akár a határainkon túl is egy kiemelkedő érték, és egy teljesen egyedülálló gyűjtemény. A bizottság döntése alapján a legutóbb bekerült elemek egyike a Szabolcs megyei honfoglaláskori leletek. Ez az ország egyik legnagyobb gyűjteménye, amely olyan különlegességeket tartalmaz, mint például a geszterédi aranyszövű és a rakamazi korong, amely egyben a József András Múzeum jelképe is. Mozgalmas évet hagyott maga mögött a Nyíregyházi Állatpark, hogy mi is történt 2017-ben, arról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Roham léptekben halad a Kisvárdai stadion építése, előreláthatólag tavasszal át is adják az új arénát. A stadion egy sportkomplexum részét képezi majd, helyet kap még mellette többek között két edzőpálya és egy multifunkcionális csarnok is. 11 mérkőzés követően pont nélkül áll a férfi szuperligában az NTK. A nyíregyházi tekések hiába javultak tavalyhoz képest, eddig nem jött ki számukra a lépés a mérkőzéseken, és sokszor csak néhány fán múlt a vereség. Mozgalmas évet hagyott maga mögött a Nyíregyházi Állatpark. A 2017-es esztendőben számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. A teljesség igényével nehéz lenne számba venni őket, hiszen több száz apróság született. A fehér oroszlán hármas ikrek születésével kezdődött a 2017-es baby boom, aztán szinte minden héten ritka és különleges állatok jöttek világra, jó részt olyan tenyészpároktól, amelyek az Európai Fajmegőrzési Program keretében élnek a Nyíregyházi Állatparkban. A két nőstény és egy hímivarú kölyökkel együtt így már 6 fehér oroszlán látható a sóstózóban. Ritka félmajom, sárga szakálos maki is napvilágot látott a parkban. A Magyarországon csak itt élő maki csapatot a tavaszi-nyári időszakban a park vendégei testközelből is láthatják, hiszen jó időben a maki erdőben laknak, ahová a látogatók is beléphetnek az állatok közé. A Nyíregyházi Állatparkban született először takimborjú Magyarországon. A különleges külsejű patás állatok leginkább tulokszerű állatnak tűnnek, ám a genetikai vizsgálatok alapján a kecskeformákhoz tartoznak. Mivel természetes élőhelyeiken állományuk folyamatosan csökken az orvvadászat és az erdőirtások miatt, a Természetvédelmi Világszövetség sebezhetőként tartja számon, az Európai Állatkertek Szövetsége pedig törzskönyvi program keretében szaporítja a ritka állatokat. Nyár derekán egy hím és egy nőstény perzsa párdusz kölyök látott napvilágot a parkban, 4 hetes korukban estek át életük első állatorvosi vizsgálatán. A Nyíregyházi Állatpark nagyon fontosnak tartja, hogy különféle fajmegőrzési programokban részt vegyen, éppen ezért 2009-ben csatlakozott a perzsapáduc tenyész programhoz. A perzsapáducok a Közel-Kelet igazi különleges ragadozói, mindösszesen 1000-1200 egyedében a természetben, és igazi ritkaságnak számítanak állatkertekben is, hiszen összesen 100-an találhatóak meg zártartási körülmények között. A park ázsiai élővilágát bemutató területén 2 héten belül 2 pupu tevecsikó jött a világra. A picik különlegessége, hogy amíg az anyaállat barna színű, ők apjuk fehér színét örökölték. A tarzan ösvényén a grévi zebráknál is 2-szer kopogtatott a gólya. 1 hónapon belül 2 grévi zebra nőstény is életet adott egy-egy apróságnak. Szép számmal gyarapodott az állatpark Bennett kenguru családja, a 10 fős csapatból 5 nőstény erszényében Zsebi baba figyelt. A Viktória házban császárbajszú tamarinok születtek, már ismerkednek a külvilággal, az anyjuktól egyre távolabb merészkednek a bajuszos majmocskák. A Nyíregyházi Állatparkban a 2 csöpség világra jöttével 7 fős lett a császárbajszú tamarin csapat. Köszönöm.
Rohamléptékben halad a kisvárdai stadion építése, előreláthatólag tavasszal át is adják az új arénát. A stadion egy sportkomplexum részét képezi, majd helyet kap még mellette többek között két edzőpálya és egy multifunkcionális csarnok is. A labdarúgó akadémia kialakítása is elkezdődött már, várhatóan nyáron adják át a fiatal focisták képzését szolgáló épületet. Már a gyepszőnyeg is a helyén az épülő kisvárdai stadionban. A gyepréteg alatt a gyephordó feltalaj van, alatta pedig egy mosott folyami homokréteg található. Ez alatt alakították ki az öntöző és fűtőrendszert. A pálya már gyakorlatilag alkalmas lenne játékra is. Az utolsó fázishoz érkeznek a kivitelezők, a pálya aláfűtése megtörtént, kapja már a melegvizet, tehát teljesen tudnánk rajta most is játszani olyan állapotban, teljesen normális. A minősége az kifogástalan, a finom munkálatok jönnek most már, a skyboxoknak a kiépítése, ha jobb lesz az idő, akkor az ülések fölkerülnek. Gyakorlatilag már a tartóztopok kívül, a stadionon kívül elkészültek, majd jön a befedése, azt követően a környezetnek a rendbetétele, és remélem, hogy április-májusra elindul majd benne a mérkőzés is. De nem csupán az aréna épül, hanem mellette több, szervesen hozzátartozó egység is. Természetesen nekünk figyelembe kellett venni a helyi adottságokat, illetve a lehetőségeinket. Egy olyan sportkomplexum kerül most itt kialakításra, amelyet az országban mindenhol meg fognak irigyelni. Nem azért, mert olyan óriási, hanem olyan praktikus. Kettő edzőpálya kerül rövidesen kialakításra a stadion mellett. Érthető okokból most azért nem kezdtük el, mert a munkálatok megnehezítenék, illetve adott esetben még veszélyeztetnék is a kivitelezését. Épül egy nagyon szép 65x45-ös zárt csarnok, annak az alapjai, a cölöpözési munkálatai már megtörténtek. Rövidesen a tartóztopok kerülnek fölépítésre, és a befedése is meg lesz, az március 31-ig kész van. Emellett még a centerpályánkat fogjuk teljesen alácsövezni, fűthetővé tenni, kicseréljük a gyepszőnyeket, az edzőpályánkat is javítjuk, és jön még egy másik 65x45-ös műfűves pálya. Ezen kívül a stadion mögött lesz egy óriási multifunkciós csarnok, amely komplexé teszi majd ezt az egészet. Az egy 4500 férőhelyes, elsősorban a kézilabdának a szolgálataira álló épület lesz majd. A labdarúgó akadémia építési munkálata is elkezdődtek már. Itt jelenleg az alapozás zajlik. Ráadásul az egy teljesen zöld energiával épülő és készülő nagyon szép kollégium lesz, műfűves pályával, teljes kiszolgáló létesítménye, tehát a tanulóink azok már abszolút a modern elvárásoknak megfelelő környezetben tudnak majd pihenni és étkezni, mert azért az étkezést is természetesen már most szem előtt tartjuk. A labdarúgó akadémia építése előreláthatólag nyáron fejeződik be. 11 mérkőzés követően pont nélkül áll a férfi szuperligában az NTK, a nyíregyházi tekések hiába javultak tavalyhoz képest, eddig nem jött ki számukra a lépés a mérkőzéseken, és sokszor csak néhány fán múlt a vereség. A csapat tavasszal javítana a mérlegen, és mindenképpen kiharcolná a bennmaradást, még ha ez nem is ígérkezik könnyű feladatnak. Utoljára az Ózd otthonában álltak dobóállásba a nyíregyházi tekek klub játékosai. Itt közel álltak a pontszerzéshez, három csapatpont is összejött, azonban a szerencse nem állt melléjük, és az elején összeszedett 150 fás hátrányt nem sikerült ledolgozniuk, és végül 5-3-as vereséggel távoztak egykori ideiglenes otthonukból. Ezzel bizonyossá vált, hogy 11 mérkőzésből 11 vereséggel, pont nélkül fordul a következő esztendőbe a nyíregyházi csapat a férfi szuperligában. A vízharangot azonban még nem kongatták meg a Szabolcsi megye székhelyen, bíznak a sikeresebb folytatásban. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a csapat küzdelmét látva abszolút még semmi nem vesztett, holott 11 mérkőzésből 11 vereségünk van, de nagyon bízom benne, hogyha ezzel a szellemmel, ezzel a nyugodt szellemmel fogunk készülni a tavaszi szezonba, akkor az első két forduló után, ami abszolút nyerhető számunkra, illetve fontos mérkőzés lesz, ott talán már fel tudunk zárkózni a 3 pontos békavelőréhez, illetve a 4 pontos balogunyomhoz, és akkor onnantól kezdve kezdődik számunkra is a bajnokság, és majdnem, hogy egy kiki mérkőzéseket tudunk majd vívni a ellenlábasainkkal, tehát abszolút semmi nincs még veszve, egy nyugodt pihenésre kell elmennünk most a téli szünetre, és akkor tényleg úgy kezdeni az első mérkőzéseket majd január 3. hétvégéjén, hogy mindent beleadva, mindent egy lapra feltéve. Finta Zoltán azt is elmondta, igen megterhelő mentálisan, hogy idén semmi sem jött össze az együttesnek, sokszor hiába sikerült kiváló egyéni eredményekkel is előrukkolniuk. De kiemelte, az erős csapatszellemnek köszönhetően nem zuhantak össze.
Azért érezhető, hogy mentálisan igen, akadhattak problémák, de mindenképpen egymás közt leültünk már a múltkori Szolnok elleni hazai egyfás vereségünknél is, hogy fiúk, semmi nincs veszve, nem kell temetni a csapatot, mindenképpen úgy kell innentől kezdve játszani, hogy egymást egyáltalán nem csesztetni, hanem mindenképpen segíteni, bíztatni, és tényleg, ha mindenki úgy gondoljuk, hogy megtesz mindent a tudásának megfelelően, és hogyha hozzáteszem, hogy a tavalyi szezonhoz képest csapatfában, illetve egyéni teljesítményekben nézve mindenki javult, tehát 8-10-12 fákat átlagahoz képest, akkor mindenképpen előrelépés van a csapatnál, csak éppen most a sorsolásnak és az egyes mérkőzéseknek köszönhetően abszolút pehesen jövünk ki az egyes egyéni játékokból, de mindenképpen úgy vagyunk fel, hogy egyáltalán nem kell elkenődnünk, ugyanis olyan fontos mérkőzéseink vannak a tavasz folyamán, ami abszolút nyerhető lehet, és akkor vígan bent maradhatunk a Szuperligába. 11 mérkőzésből 11 vereséggel eddig még senki nem maradt bent a Szuperligában. Finta Zoltán szerint azonban a statisztika hiába ellenük szól, ők azonban mindent megtesznek a bentmaradásért. A Nyíregyházi Tekés úgy véli, a következő fordulókban az Ajka vagy a Szolnok otthonából mindenképpen szállítani kell a győzelmeket, de a Balogunyon vagy a BKV is verhető ellenfél, és 12 ponttal már igen jól állnának a bajnokságban. De január 20-án az új év első összecsapásán hazai pályán a Kaposvár is fogható ellenfél lehet. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 5 év alatt duplájára nőtt a mezőgépész tanulók száma, elsősorban a hosszú távú és biztos megjelenés miatt választja egyre több fiatal a szakmát. A szakterület az utóbbi években jelentős munkaerőhiánnyal küzdött. A mezőgazdasági gépforgalmazók országos szövetsége és a Földművelésügyi Minisztérium által indított képzési és karrierprogram azonban megoldást nyújthat a mezőgazdaság szakember hiányának megszüntetésére. A védőnői szolgálat épülete is megújul Nyírbogáton, a terület és település fejlesztési operatív programban. A beruházásra több mint 46 millió forintot költenek. Az egészségügyi alapellátás mellett az oktatásra is jut ebből a pályázati csomagból. Bölcsőde fejlesztésre 147 millió 600 ezer forintot nyert az önkormányzat. A térségben a bel- és külterületi kerékpárút hálózat is bővülhet a következő évben. 240 millió forintból újult meg Varsó egyik központi útja. A Csáki utca ipari területre vezet, de a temetőt is érinti, így nem csak a vállalkozóknak jelent nagy segítséget a felújítása, hanem a település lakóinak is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 1-én, hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és boldog új évet kívánok, viszontlátásra!